Orbán Viktornak sokféleképpen be lehet nyalni, lehet olyan primitív módon is, ahogy Bajer Zsolt csinálja, de lehet finoman, intellektuálisan is, ahogy most Tölgyesi Péter tette a Partizán interjúban. Orbán Viktor ezt hihetetlen tehetséggel fölismerte, Orbán Viktor a megmentő. Orbán Viktor, ha úgy tetszik, világpolitikai tényező lett, és ezzel az országot is világpolitikai tényezővé emelte. A jövő az övé lesz, ő a Dárdának a hegye. A kardnak az éle, ha úgy tetszik ikonja ennek az oldalnak. A, a nyugat viszonya is változóban van hozzá képest. Vannak olyan értelmiségi megmondó emberek, akiket akkor is tisztelsz, nagyra tartasz, ha nem értesz velük egyet. Ilyen volt TGM, és ilyen Tölgyesi Péter is. Nem véletlenül értékelte vele az évet Gulyás Márton a Partizánban, nem először. De az a helyzet, hogy most, ezután az évértékelő interjú után nagyon nehéz számomra Tölgyesi tisztelni és nagyra tartani. Nagyon nehéz. Tölgyesi Péter a jelek szerint beállt a sorba. Abba a sorba, ahol előtte áll például Siffer András, Hont András és még elég sokan. Tölgyesi simán beférne az ötbe is. Azzal a műsorral is az az alapvető problémám, és most tölgyesi interjújával is, hogy Orbán Viktor és a NER értékeléséből pont a lényeg maradt ki. Az, hogy milyen hatással van ez a politika Magyarországra. Az ödben és ebben az interjúban is leginkább arról van szó, hogy Orbán milyen jó taktikus, mennyire igaza van mindenben, bár én ezt is vitatni fogom ebben a videóban, de arról már nem beszél senki, hogy ez a politika, például Putyin támogatása és Európa elárulása hová jutatja el a magyarokat. Például ha Putyin megnyeri a háborút, ha megnyeri, akkor ez milyen hatással lesz Magyarországra? Erről nem beszélnek, csak arról, hogy ha ez így lesz, akkor megint Orbánnak volt igaza, vagyis örüljünk ennek. Hát másnak úgy se fogunk tudni. Ezek az értelmiségiek, bár nagyon értelmesek, de valahogy képtelenek felismerni azt, hogy Orbán Viktor miért nyer mindig két harmaddal. Az ő megfejtésük nagyjából annyi, hogy Orbán egy zseni, az ellenzék meg alkalmatlan, ők mindig a vezér alkalmasságából és zsenialitásából vezetik le azt, ami most körülvesz minket. Miközben az illiberalizmus erősödése egy világtrend. Annak, hogy Trump és az európai, Európa ellenes Putyin párti erők erősödnek, alapvetően az az oka, hogy világvége hangulat van, és az emberek félnek. Nem pedig az ellenzék alkalmatlansága. És amikor az emberek félnek, akkor mindig könnyű olyan politikával hatalmat szerezni, ami mások ellen gyűlöletet kelt, a népnek pedig biztonságot ígér. Ma az emberek sokkal jobban akarják a biztonságot, mint a szabadságot és a demokráciát. Egyáltalán nem érdekli őket a jogállam, meg a meleg jogok. Viszont ha valaki azt mondja nekik, hogy fenyeget titeket Brüsszel, Soros, meg a Lipsik, akkor a világ való félelmüknek lesz arca, lesz kire haragudni, lesz tárgya a szorongásnak. Miközben ez az egész természetesen irracionális, hiszen Európát leginkább Putyin fenyegeti, nem Brüsszel, meg a nem váltó műtétek, de az ilyen rendszerekben a vezetők el tudják hitetni a néppel, hogy kitől kell félni, és attól fognak félni. Tölgyesi már az interjú legelején Orbán tehetségéről beszél, a vezér Tölgyesi szerint már önmagában amiatt is hihetetlenül tehetséges, hogy rájött arra, hogy a politika radikalizálódik. Hát ez nyilván neki jutott eszébe először. Orbán Viktor ezt hihetetlen tehetséggel fölismerte, működtette. Hát én nem tudom, hogy ebben hol a tehetség. Az, hogy a politika egyre inkább polarizálódott, radikalizálódott, az, hogy a választás manapság egyszerű üzenetekkel és gyűlöletkeltéssel lehet nyerni, mindenki észrevette, nem csak az Orbán Viktor. Más kérdés, hogy nem mindenki vállalja ezt fel. Az, hogy Orbán rálépett erre az útra nem zsenialitás, hanem gátlástalanság, hatalomvágy és felelőtlenség. Ez még nekünk egyszer nagyon sokba fog kerülni. Hogy a régi hagyományos baloldal, az új baloldal, a régi hagyományos jobboldal, tehát a régi jobbközé politika az e szépen megsemmisül, eltűnik. Úgy, ahogy nálunk az mszp ez roncsán vált és roncsként e működik a magyar... E világban, és helyette a jövő az övé lesz, az olyan politikája, az új jobboldali, amit, amit egyik első helyen képvisel, és időrendben tényleg az egyik első helyen jelent meg. Én azt mondanám, hogy ha úgy tetszik, ő a, ő a dárdának a hegye, a, a kardnak az éle, ha úgy tetszik, ikonja ennek az oldalnak. A, 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 nyugat viszonya is változóban van hozzá képest. Hát miért nem mondjuk ki, hogy Orbán Viktor irányítja a világot? Hát miért nem megyük végre elismerni, hogy itt már mindenkinek ő diktálja a trendet? Hát az egész világ az ő hozzá igazodik. A jobb oldali kormányok őt másolják, a nyugat hozzá képes határozza meg magát. Itt mindent Orbán talált ki. Hát véletlenül sem Orbán másolja Putyint, meg a törvényeit és az egész rendszerét. Tölgyesi Péternek valójában egy Orbán Leader of Europe vagy Leader of the World pólóban kellett volna beülnie interjút adni, az lett volna az igazi. Hát nem arról kell beszélni, hogy Orbán elárulta Európát, meg a szövetségeseit, nem a felelősségéről kell beszélni, hanem arról, hogy nagyon ügyesen tippelte meg, hogy Donald Trump és az illiberalizmus a jövő. Mert ugye az a jövő, hát ez már eldőlt, ez biztos, Ukrajnában meg Putyin a jövő. Ez a háború is eldölt. Hát kár, hogy a szakértők ezt eddig nem erősítették meg, hanem inkább arról beszélnek, hogy ez a háború még nagyon sokáig fog tartani, és baromi sok forgatókönyv létezik erre vonatkozóan. Ez a meccs még nagyon nincs lejátszva. Nekünk nem az árulással kell foglalkozni, nem a bűnt kell kiemelni, nem azt kell ebben látni, hanem mindig a tehetséget. Méghozzá azért, hogy az Orbánnal szemben állók végleg elfelejtsék, hogy miért is kéne megszabadulni a vezértől. Nem arról kell beszélni, hogy Orbán politikája hová vezeti el Magyarországot, hogy mit veszíthetünk azzal, ha a miniszterelnök a nyugattal szemben politizál, hanem csak el kell ismerni, hogy Orbán hihetetlenül tehetséges, és meg is vagyunk. Eddig kell látni. És ki kell mondani, hogy Orbánnak nyilván mindenben is igaza van, hiszen ő előrelátott mindent és ha Putyin esetleg győz, és majd megtámadja valamelyik uniós országot is, akkor is nyilván igaza lesz a vezérnek. És ha majd Putyin bosszút áll az ukrán népen, akkor is igaza lesz Putyinnak és Orbánnak is. És hogyha véletlenül bejönne mondjuk hozzánk Putyin a tankjaival, és újra megszállná Magyarországot, hát, hát akkor neki meg Orbánnak lesz igaza. Ha Putyin nyer, az egy tragédia lesz Európának és Magyarországnak is. De legalább Orbán Viktornak igaza lesz, mert jól tippelt. Értjük, ugye? Magyarország az EU és a NATO tagja, a nyugat része. Ha a nyugatellenes erők Putyin végül nyerni tud, akkor a nyugat és benne Magyarország veszíteni fog. De ennek majd nagyon kell örülni, mert Orbán Viktornak igaza volt. Az Orbánnak igaza van című mondás két dolgot jelenthet. Egyrészt jelenteti azt, hogy Orbán jól tippelt, másrészt az, hogy nála az igazság. Ez a kettő nagyon nem ugyanaz. Jó lenne ezeket szétválasztani. Hát egyrészt még azt sem tudjuk, hogy Orbán jól tippelt -e, de ami a legfontosabb az annak a kimondása, hogy nem mindig a győztesnek van igaza. Ha Putyin elfoglalja Ukrajnát, attól még nem volt jogos ez a háború. Lehet, hogy Orbán jól tippelt, de az igazság akkor sem nála van, vagyis nincs igaza ebben a konfliktusban, akkor sem, ha Putyin végül nyer. Ami még egyáltalán nem is biztos. Ha Ukrajna veszít, akkor Magyarország is veszít, mert jelenleg Európát nem Orbán Viktor védi, hanem Ukrajna. Orbán Viktor csak kávézgat meg vécére jár, amikor a többiek szavaznak. Az ukránok meg ez alatt belehalnak a saját országuk és Európa védelmébe. Egy picit, mintha többet tennének bele ebbe, mint a vezérünk, konkrétan az életüket. Ha Ukrajna veszít, Magyarország is veszít. De hiába bukunk ezzel egy hatalmasat, akkor is el kell majd élveznünk attól, hogy Orbán mekkora zseni és előre látta Európa és Magyarország bukását. Hát így lesz végül a vereségből győzelem. Hiszen minden vereség győzelem, ha győzelemnek érezzük. Sokszor elhangzik az is, Tölgyesi is beszél erről, hogy Orbánnak a migráció kérdésében is mennyire igaza volt, és hát ezt már a nyugat is belátta. De miben is volt igaza Orbánnak? Tényleg hiba volt beengedni a menekülteket? Egy menekültet se kellett volna beengedni? Vajon ha egy menekültet se engedett volna be Európa, akkor most ki a csuda dolgozna? Mert hogy az európai ember már nem nagyon akar minden munkát elvállalni. Mit csinál most Magyarország konkrétan? Folyamatosan engedi be, sőt, ide hozza a vendégmunkásokat. Ez is azt bizonyítja, hogy Orbánnak volt igaza? A migrációnak nem csak hátrányai vannak, de erről senki sem beszél. Azt meg mindenki pontosan tudta, Orbán nélkül is, hogy a muszlim bevándorlók beengedése jár bizonyos kockázatokkal. A nyugat úgy döntött, hogy vállalja ezeket a kockázatokat, de nem arról van szó, hogy ne tudott volna ezeknek a létezéséről. Tölgyes érvelése egybevág a sifferi és az Orbáni világképpel is, aminek az a lényege, hogy miután nem működött tökéletesen a bevándorlók integrálása, ezért egyet se kellett volna befogadni. Orbánnak igaza volt, és mivel a szankciók sem működtek tökéletesen, ezért azokra sem volt szükség. Orbánnak megint csak igaza volt. Egyáltalán nem kellett volna szankciókat alkalmazni Oroszország ellen. Az ukránoknak meg nem kellett volna ellenállni, hiszen még el is veszthetik a háborút mindenki tegye fel szépen egy a kezét, és adja meg magát már az elején. Meg se kell próbálni ellenállni, ez a jó taktika. Akár tetszik, akár nem, Orbán Viktor, ha úgy tetszik, világpolitikai tényező lett, és ezzel az országot is világpolitikai tényezővé emelte. Ti is érzitek, hogy világpolitikai tényezők lettünk? Ugye milyen barom jó, hogy világpolitikai tényezők vagyunk? érezzük is rendesen. Annyira világpolitikai tényezők lettünk, hogy a világon senkitől se függünk, csak a komplet kelettől és nyugattól. Hát nagyjából mindenkitől. De tök jó hinni abban, hogy mi alakítjuk a világpolitikát, nem? Higgyünk ebben. Ha világbékét szeretnénk, hát csak meg kell kérni Orbán Viktort, hogy csináljon végre békét. Hát csak azért vannak háborúk, mert Orbán Viktor még nem lépett. De ha egyszer lépni fog, ha majd úgy kell fel egy szép napon, hogy most nem pusztán Európát fogom rendezni, ahogy a nagyferró fogalmazott, hanem a világot, hát akkor kitör majd a világ béke. Hiszen Orbán Viktor diktál Putyinnak, Ukrajnának, Amerikának, a Hamásznak és Izraelnek is, csak egy szavába kerülne, és mindenki letenné a fegyvert, akkor a tényezők vagyunk. Orbán Viktor akkor a világpolitikai tényező, hogy amikor szavazni kell, simán kizavarják kávézni. Don vétó. Vétózgat egy kicsit, aztán némi pénzért cserébe meggondolja magát, és már nem vétózgat annyira. Hát ennyire világpolitikai tényező a vezér most meg azt adja elő nekünk, hogy egyáltalán nem csicskult be, meg kaptunk 10 milliárd eurót, és vétózni meg még később is tudunk. Hát csak az a baj, hogyha majd megint vétozni szeretnénk, akkor lehet, hogy az EU majd, majd megint felajánl egy ilyen 10 milliárd eurócskát, és Viktorunk újra meglátogatja a retyót. Így megy ez, ekkora tényezők vagyunk azért azt még tölgyes is elismeri, hogy nem mindig alakul minden úgy, ahogy Orbán szeretné. Például Lengyelországban egész másképp alakultak a dolgok, és hát így a v projekt sem lett végül sikersztori. Hát sajnos még nem minden nép számára ikona vezér. Ez van. De ennek csak az az oka, hogy a lengyelek nem elég zseniálisak. Hát ők nem ismerték fel, hogy ki a jövő. Ők nem tudnak jól tippelni, és ezért majd nagyon nem lesz igazuk. Orbán Viktor a megmentő. Orbán Viktor bűnöst is ad. A bűnös a Brüsszel, a bűnös a hazáruló baloldal, és mi egyéb. Sokkal több hangszeren játszik. Milyen ügyes ez az Orbán Viktor, milyen sok hangszeren játszik, wow. Előadja a megmentőt, és bűnösnek kiáltja ki Brüsszelt, meg a baloldalt, és Tölgyesi Péter erre ennyit tud mondani, hogy milyen zseniális. Arról meg egy szót se szól, hogy ez miért egy hatalmas kamu hogy miért nem mentette meg a vezér a magyarokat lényegében semmitől sem, és miért iszonyatosan veszélyes Brüsszelt és az Uniót ellenségként felmutatni. Tölgyesi Péter elmondja, hogy Orbán az ástoppal megvédte a magyarokat, de arról már nem beszél, hogy hogyan lett emiatt egy csomó minden sokkal drágább, amit szintén a magyarok fizettek ki. Néhányak szerint úgy ettől lesz itt kormányváltás, hogy ha végre felismerjük, hogy a vezér zseniális. Hát én csak azt nem tudom, hogy hogyan. Ettől hogyan lesz kormányváltás, főleg úgy, hogy nem is akkor a zseni, amekkorának hazudják. De tegyük fel, hogy tényleg zseni, fogadjuk el ezt átmenetileg, mondjuk néhány másodpercre, és akkor most mi van? Ha Orbán Viktorról kimondjuk, kimondja az ellenzék, hogy zseni, szerintem nem az, de ha ezt kimondjuk róla, akkor ettől meg fog bukni. Hát szerintem épp ellenkezőleg még erősebb lesz az a mondás, ha jól értem, hogy akkor tudna erősödni az ellenzék, ha elismerni Orbán Viktor igazságait. Aha, értem. Vagyis az ellenzéknek is el kellene árulni Európát, és ki kellene állni a Putyin mellett. És támogatnia kéne a vétókat, és a nyugatot kéne minden fronton gyengítenie. Ezt megtehetné az ellenzék. De ettől erősebb lenne? Attól, hogy elárulná azt, amiben még hisz, és neki állna versenyezni azon a pályán Orbán Viktorral, ahol tényleg ő a legerősebb? Le lehet győzni Orbán Viktort fideszességben? Hát szerintem nem. Szerintem az ellenzék igenis maradjon Európa párti, szabadságpárti, agresszor ellenes, még akkor is, ha ez most per pillanat nem hoz neki győzelmet. Tölgyesi Péter abból a szempontból is beállt Siffer András és Ungár Péter mögé a sorba, ahogy az ellenzékről beszél. Gyurcsány dicséri, Szerinte a Feri tökéletesen átlátja, hogy miről szól a magyar belpolitika, a többiekbe meg jó nagyokat belerúg, például a Momentumba, ami szerinte jó, ha végül majd egy mandátumot fog kapni az EP választáson, mivel hiányoznak onnan a tehetséges politikusok, és szerinte MZP meg vonagából nem is igazán jobboldaliak, hanem mi is itt a valódi jobboldal? Számtalan jobboldali párt mutatkozik az ellenzéki térfélen. Lehetséges jobboldalról kihívni a Fideszt? Én szerintem ez, ez nem igazán jobboldalról való kihívás. Van jobboldali kihívó, a, a duródóra és a, a férjének a pártja. Az szerintem meg is fogja szerezni a maga parlamenti mandátumát, akár többet is. A duródóra, meg a férjének a pártja a valódi jobboldali kihívó. Ők tehát nem csicskák, hanem valódi kihívók, és vonával meg MZP-vel szemben ők tényleg jobb Félelmetes az a csávó. Pontosan azokat a pártokat építi fel, amelyek a NER tartó pillérei. Fidesz, DK, mi hazánk. Ezt hívjuk ner -nek. A baloldali értelmiség ugyanúgy reagál már évtizedek óta, azonnal ugrik, fölháborodik, nyomul, de egészen bizonyos, hogy a Fidesz tudatosan dobálja elé rendszeresen, szinten apont a, 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 a véres húst, és a baloldali értelmiség azt mondja, hogy ezt nem lehet kibírni, azonnal meg kell buktatni és a, a, a Fideszt, és a legkisebb mozgásban benne látja ezt, hogy na most, most már biztos, hogy megbukik a Fidesz. Nem akarok erős szavakat használni, de ez akár tetszik, akár nem a hisztériának bizonyos fokozatait jelenti. Ez a fajta hisztéria, amiről Tölgyesi beszélt, talán igaz volt, korábban évekkel ezelőtt, de én most semmiféle hisztériát nem látok, sokkal inkább apátiát. Mikor mondta azt bármelyik baloldali mostanában, hogy na ettől fog most megbukni az Orbán? Hát szerintem Orbán már nem is tudna olyat lépni, amitől bármelyik ellenzéki szavazó vagy politikus azt érezné, hogy meg tud bukni, mivel a Fidesz szavazói számtalanszor bebizonyították, hogy akármit is tesz a vezér, hatalomban tartják. Ezért én semmiképpen sem számítok, legalábbis a közeli jövőben Orbán bukására. A NER maradni fog velünk egy ideig, ez a videó viszont most véget fog érni. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy feliratkozva, és nyomd meg a kis csengőt is, ha nem akarsz lemaradni egy videóról sem. Most pedig nézd meg a videómat Orbán nemzetközi sajtótájékoztatójáról, ha még nem láttad. Legalább annyi elképesztő állítása volt a vezérnek ezen a sajtótájékoztatón, amennyi tölgyesinek az interjúban. Ez a videó itt van alattam, katt ide, hamarosan újra találkozunk egy újabb videóban, pusz!